Kedves nézőink, új rovatunkban most gazdaságpolitikák kifilézése következik, legalábbis reményeim szerint. Szabadé Béla a Kisgazdapárt és Bajer Tamás az SZDSZ gazdasági szakértője. Uraim, én kivonulnék ebből a dologból, filézzék ki egymás gazdasági programját. Én, ha akarják, mondok témát, de nem hiszem, hogy erre szükségük lenne. Az akkóikat nem akarták levenni, úgy gondolom, hogy tényleg szellemi csatát fogunk látni, nem pedig mondjuk zakó vagy ink csatát. Mondjak valami témát? Gazdasági növekedés. Azt mondja a kormánykoalíció, hogy 4-5% gazdasági növekedés talán tartható, de lehet, hogy még ezzel is óvatosan kell bánni. A Kisgazdapárt azt mondja, hogy nem mond százalékokat. Minél nagyobb gazdasági növekedés szeretne. Százalékok nélkül. Uraim? Mondjak más? Áfa visszatérítés, lakásépítés. Nem kell más mondani. Nem, nyugodtan maradhatunk ennél is. Igen, maradhatunk a gazdasági növekedésnél. Ez a kormány elindult egy olyan helyzetből, amikor a növekedésnek nem voltak meg a lehetőségei Magyarországon. Egy olyan helyzetből indultunk 94-ben, amikor a külső gazdasági egyensúly és a magyar gazdaság versenyképessége sodorott veszélybe. Ugye egy kis ország számára a növekedés azt jelenti, hogy olyan termékek termelését kell növelni, amelyek versenyképesen jól eladhatók költségoldalról és a piacképesség oldaláról. Na most ezek a feltételek Magyarországon a 90-es évek eleje óta nem voltak meg, romlottak. Ez a kormány olyan intézkedéseket hozott ebben a 4 éves ciklusban, hogy ma már 97-ben, 98-ban úgy tud több mint 4%-kal növekedni a gazdaság, hogy ez semmiféle veszélyt nem jelent a gazdaság számára. Ilyen helyzet a magyar gazdaságban az elmúlt 30 évben még nem volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi nem azon vitatkozunk bárkivel, hogy ez most 4%, 5%, hanem azon vitatkozunk, hogy ennek a növekedésnek meg vannak az alapjai. Ez a növekedés sem a külkereskedelemben, sem az inflációban nem fog gondot okozni. Úgy élénkült a gazdaság növekedése, hogy ez a külkereskedelmi egyenlegben, fizetési mérlegben, költségvetésben, inflációban sem romlással, hanem javulással jár. Ez a dolog lényege, mi abban bízunk, hogyha ez a gazdaságpolitika folytatódik, és kiegészül a szükséges új elemekkel, akkor ez a növekedés folytatódik, elindul az életkörülmények javulása, és végre Magyarország kijut abból a válságból, amely több mint egy évtizede tart. Kisgazdapárt miért nem számszerűsíti a gazdasági növekedést? Sok mindent rendbe kell tenni ebben az országban, többek között, vagy talán mondhatnánk azt is, hogy egyik fő feladatként az állami statisztikát. Olyan gondok vannak az állami statisztikában, hogy egyáltalán nem alapozhatjuk a helyzetértékelésünket arra, amit a Központi Statisztika Hivatal mond. Egy példát erre hadd hozzak fel. 1997 elején a kormány elkezdte hangoztatni, megindult a gazdasági fellendülés. Mi szerintünk nem véletlenül hangoztatta, hiszen egy évre rájöttek a választások. 97 elején a Központi Statisztika Hivatal ezt a fellendülés még nem tudta követni, hiszen a GDP előrejelzésénél az első negyedévre 1,1%-ot adott meg. 0,1%-kal többet, mint az 1996-os növekedés. Akkor mi gazdaságpolitikai sajtótájékoztatókon fölhívtuk a figyelmet arra, hogy a következő negyed években hihetetlenül föl kell tornásznia már a Központi Statisztikai Hivatalnak a növekedés indexét, hogyha 3-4%-ot ki akar mutatni. Hát a Központi Statisztikai Hivatal másképp oldotta meg ezt a dolgot, fél évre rá az első negyedévi adatot 1,1%-ról 2,3%-ra emelte fel. Évekre visszamenőleg állandóan korrigálnak adatokat. Én magam nem tudom megérteni, hogy hogy lehet, hogy a 20 évvel korábbi egyfőre jutó húsfogyasztás értékét is, helyesebben mennyiségét is, 1-1 kilogrammal módosították. Tehát akkor, amikor tendenciaszerű változtatások vannak az adatokban, akkor nagyon nehéz erre alapoznunk a dolgot. A másik, ami talán még lényegesebb, hogy szerintünk nem alakultak ki a gazdasági növekedésnek a feltételei, hiába beszél erről
a kormányzat. A kormányzatnak a sikerpropagandája a relativitás elméletre alapozódik, tehát ahhoz képes lehet ezt a sikert sikerként fölfogni, hogy például nem jött létre egy országcsőd, nem váltunk fizetésképtelenné, lehet kenyeret kapni, és így tovább. Van egy magyar költő, hírneves költő, sajnos már meghalt, Kormos István. 15 évvel ezelőtt, amikor Párizsból megjött, mondta, hogy a repülőgépen olvasta a magyar újságokat, és ebben benne, hogy hogyan készül fel a magyar sütőipar karácsonyra, hogy legyen elég piskóta. Mi úgy gondoljuk, hogy 1998-ban, a világháború után évtizedekkel, ezek már nem sikerek, nem feladatok, nem különösebben örömteli dolog, hogy nem omlott össze a gazdaság. Két dolog, amit meg kell jegyezni. Az egyik az, hogy aki figyeli, és én figyelem, hogy mit mond a Független Kisgazdapárt, meg a Fidesz, meg a többi jelenlegi ellenzéki párt az elmúlt 4 évben, amióta együtt ülünk velük a parlamentben, annak azt kell észrevenni, hogy 3 éven keresztül állandóan azzal vádolták a kormányt, hogy növekedés ellenes, és eszébe se jutott senkinek, hogy mi van a statisztikával. Itt van például a Kisgazdapárt, ugye úgynevezett alternatív gazdasági programja, amit 2 évvel ezelőtt, vagy 2,5 évvel ezelőtt adtak ki. Ebben nincsenek kifogások a statisztikai számbavétel mellett, mert akkor még nem növekedett. Az utóbbi 3/4 évben, amióta elindult a gazdasági növekedés, azóta eszébe jutott a Kisgazdapártnak, hogy baj van a statisztikával. Most az a helyzet, hogyha megnézzük az export számokat, megnézzük a termelési számokat, és azt, hogy mennyi a magyar export, azon nagyon nehéz vitatkozni, mert az más országok importja, és azzal összhangban van. Tehát ha megnézzük ezeket a számokat, ez összhangban van a termelés növekedéssel, az idegen szóval a GDP növekedésével, tehát egyszerűen nincs majd amit vitatkozni. Mert ez a 4%-os növekedés, ez valóság. Okay. A másik kérdés, megvannak-e a növekedésnek a feltételei? Hát az, először is megvannak, mert van növekedés, és anélkül, hogy ez az egyensúlyt veszélybe sodorná. Másrészt a növekedés alapvető feltétele, mint az elején mondtam, a versenyképesség, hogy a magyar gazdaság versenyképessége javuljon, hogy a magyar gazdaság előre törjön a nemzetközi piacokon, és az elmúlt éveknek a látványos teljesítménye ezt mutatja. Tehát a tényekkel áll ellentétben az az állítás, hogy nincsenek meg a növekedés feltételei, megvannak egy olyan fejlődés, ami elsősorban a kiinduló ponton az export fejlődését jelent, ami fokozatosan terjed tovább, de ebben az évben, 98-ban már látható, hogy a nagyvállalatok exportjának fejlődése elkezdett tovább terjedni közepes vállalatokra is, elindult a belföldön is az élénkülés, lassan a belföldi piac is bővül, tehát ez a növekedés megvan, és hogyha nem történik semmi baj, ha nem jön egy olyan kormány, amelyik ezt fölforgatja, amelyik lehetetlenné teszi ezeket az eredményeket, akkor bizony arra számíthatunk, hogy ez a növekedés kiterjed az egész gazdasága, kiterjed a lakosság életkörülményeire is, és akkor valamennyien fogjuk érezni fokozatosan ennek az eredményeit. Nagyon élveztem azt, amit Bauer Tamás itt elmondott nekünk, mert legalább 15 labdát helyezett a lábamra, és nehéz lesz ebből legalább 10-et be nem rúgni. Először is ő azt mondja, hogy figyel a Független Kisgazdapárt úgynevezett alternatív programjára. Mi ezt az alternatív gazdaságpolitikának tartjuk, méltán tarthatjuk, hiszen ez gyökeresen eltér attól a nem is tudom mitől, amit például a Szabaddemokraták Szövetsége előterjesztett, és ami a nyomorból akar óriási diadalt kovácsolni. Nem olvasta el figyelmesen, mert ha figyelmesen olvasta volna el, van ott egy olyan rész, ami az információs forradalomról szól, arról, hogy a nyilvántartási rendszereket rendbe kell tenni, hogy milyen gondok vannak az állami statisztikával, a TB, a VPOP és az APEC nyilvántartásaival, amelyeket az állami számvevőszék sem tart hitelesnek. Tehát a nyilvántartások azok nem a valóságnak felelnek meg. Ez egy nagyon lényeges dolog. Az, hogy létrejöttek a gazdasági fejlődésnek a feltételei, én azt hiszem, hogy azt nem lehet mondjuk egy marxi újratervelési sémával levezetni, hogy ilyen osztály, olyan osztály, ilyen termék, olyan termék, meg ráolvasásszerűen minek kellene fejlődni a gazdaságban, és miután megállapítom, hogy a gazdaság versenyképességének javulnia kellene, rögtön eljutok odáig, hogy ez javult is. Hát szó sincsen erről. Egy olyan gazdaság van, ahol már 12. éve 2 számjegyű az infláció.
ahol nincsen meg véges infrastruktúra, ahol a fekete gazdaság súlya irreálisan nagy, tehát nincsen még belső egységes piac sem, ahol nem elvonások vannak, hanem mindent megbénító sarcok. És ezek miatt a sarcok miatt nem lehetséges a gazdaság fellendülése, nem lehet a foglalkoztatottság színvonalát javítani, nem lehet a fekete gazdaságot visszaszorítani. Ráadásul olyan durván térünk el, nem csak az észszerűségtől, a nemzetközi szokásoktól is, ami már önmagában magyarázatra szorulna. De ide tartozik például az önök által annyira kifogásolt nézetünk a csúszó forint leértékelésnek a megszüntetéséről. Ez lett volna a következő téma. Ez tehát egy maga a csőd, és egy ilyen csődgyártó kormány, amely 2300 milliárd forintos belső adósságot adott, adományozott, juttatott az országnak, fölpörgette az inflációt, megmerevítette a gazdasági szerkezetet. Én nem tudom, hogy mire lehet olyan nagyon büszke. Én gondolom arra, hogy a sütőipar karácsonykor megint a csúszó leértékelésre még reagálhat Bayer Tamás, mert ez egy új téma volt, és utána lekezárom ezt a Köszönöm szépen. Ami ön azt állította, hogy ez akkor már fölpörgette az inflációt. Az infláció akkor volt a legmagasabb, amikor 38%, amikor két évig a kisgazdapárt még tagja volt 35%, a 35%-ben van, még mindig magasabb, mint most, meg ennek a kormánynak az idején, ami a csúszó leértékelést illeti. Azt mondja a kisgazdapárt, hogy meg akarja szüntetni a csúszó leértékelést. Csak azt nem mondja meg, hogy mit akar helyette. Levegtetni fix akar. Mert ha fix árfolyamot akar, az azt jelenti, hogy állandóan veszítünk a versenyképességünkből, mind az import oldalról, mind az export oldalról, és magyar munkahelyek szűnnek meg. Jó, uraim, van, örülök annak, a lebegtetés a... pedig bizonytalanságot visz a gazdaságban. Igen, ez egy nagyon helyes, én úgy gondolom, hogy akkor viszont arra kéne választ adni, hogy mitől szűnt meg 1,6 millió munkahely az elmúlt években. Ez már egy újabb téma. Zúgott előre a műsorvezetői határozottságon. Kormányon volt a kisgazdapárt, amikor megszűnt a legtöbb munkahely. De folytathatjuk utána, köszönöm uraim.